A mai videóban az egyik aktuális kedvenc sütimet fogjuk elkészíteni, ez pedig a répa torta alapján készülő répa süti, tehát nem egy hagyományos értelemben a tortáról beszélünk, hanem egy sütiről. A hozzávalók: másfél bögre liszt, 2 csomag sütőpor, 4 darab tojás, 1 bögre étolaj, 3/4 bögre cukor, 15 deka dió, magyaró mandula, vagy bármi ilyesmi, 3-4 jó nagy lereszelt sárgarépa, fahéj, vanília és só ízlés szerint. Elsőként a száraz összetevőket keverem el, ehhez a másfél bögre lisztet teszem először a tálba, majd mehet bele a só, egy elég jelentős mennyiségű fahéj, és a sütőpor is, amit ti 2 zacskót tegyetek bele, nekem ilyen kilós kiszerelésem van most, úgyhogy szemre tettem bele, és ezt jó alaposan el is kevertem. Ez ugye főként a liszt és a sütőpor elegyedésére szolgál, de persze a fahéj és a só is jó, hogyha nem egy-egy részen van csak, hanem szépen eloszlik a tésztában. Ezután jöhetnek a nedves összetevők, elsőként a 4 darab tojást verem bele egy tálba. Majd pedig jöhet a fél és 3/4 bögre közötti mennyiségű cukor, némi vanília aroma, ami helyett használhatunk a vaníliás cukrot vagy rúdnak a kikapart belsejét is, és az olajat is beleteszem, majd jó alaposan elkeverem, ugyanazzal a haverővel, amivel a lisztes keveréket is. Láthatjátok, hogy az elején még kicsit megül az olaj a tetején, viszont idővel szépen elkeveredik, úgyhogy egy ilyen hígabb puding vagy sűrűbb sodó állagú masztert kell kapni, szerintem tök jól néz ki egyébként. És ez mehet is a lisztes keverékbe, itt igazából teljesen mindegy, hogy melyiket keverjük melyikbe, én jobban szeretem a száraz alapra ráönteni a nedves dolgokat, mert sokkal jobban el tudom keverni, sokkal csomómentesebb tésztát szoktam így kapni, de ez teljesen mindegy egyébként. Viszonylag könnyű eldolgozni ezt a tésztát, nem lesz csomós és hamar összekeverednek az összetevők, úgyhogy nem egy bonyolult tésztáról van szó, viszont elég sűrű lesz, úgyhogy a végén már elég nehézkes keverni. Ezután jöhet bele a mag, amit én most itt szemfülesebbek láthatják, hogy saláta magkeverékkel oldok meg. Ugyanolyan finom, mint a dió, vagy magyaró, vagy mandula, vagy bármi ilyesmi, viszont sokkal olcsóbb ez a megoldás. Nagyon jó ropogós lesz, és nem érezni sem a tök mag, sem a szotyi, sem a fenyőmag ízét, úgyhogy szerintem ez a legolcsóbb és a legjobb megoldás is erre, de persze lehet bármilyen csontíjas gyümölcsöt használni ehhez. Répatortáról lévén szó, a répa sem árt. Kis lyukon lereszelte, nekem a férjem volt olyan kedves, úgyhogy innen is köszi neki. És nagyjából ugyanannyi volt egyébként a répa, mint amennyi a tészta, amivel jó alaposan elkevertem. És azt kell mondjam, hogy ha bármi része is nehéz ennek a sütinek, akkor az a répa és a massza összekeverése, ugyanis a répa hajlamos eléggé egybeállni a reszelés után, úgyhogy elég nehéz benne eloszlatni ezt a masszát, viszont nagyon jól el lehet egyébként, csak egy picit időigényesebb, mint mondjuk a másik két keverék összeállítása volt.
A massza, amit kapunk, nem néz ki túl bizalomgerjesztően, sem állagra, sem színre, sem semmire, viszont nagyon finom fahéj illata van, úgyhogy ez azért elég bíztató. És jöhet is a sütőpapírral vélelt tepsi, amiben bele kodrom az összes tésztámat, ami hát igen, tényleg nem néz ki túl jól, de nagyon-nagyon finom lesz. Miután benne van, szépen eloszlatom a tepsiben, ahogy elek nagyon a sarkokra, illetve a tepsi széleire is, és mivel túlságosan megemelkedni nem fog ez a tészta, hiszen a sok répa nem fog felfújódni a sok sütőportól sem, ezért minél egyenletesebbre és egyenesebb felszínre próbálom alakítani a sütimet. Miután ezt a spatulával megcsináltam, egyébként kicsit megfogtam két oldalt a tepsit, és hozzáveregettem az asztalhoz is, viszont annyira megremegett tőle a kamera, hogy ezt inkább kivágtam, de tényleg minden légbuborékot kimertem belőle, és mehetett is az előmelegített sütőbe. Én nem szoktam fokokat nézni, igazából teljesen random, mindig közepes fokra állítom a sütőt. Most is így tettem, és be is állítottam az időzítőt, ahogy mindig. Körülbelül 50 perc kell ennek a sütinek, úgyhogy én 45-re állítottam be a telefonomat, de egyébként már 40 körül olyan illata volt, hogy amit se felejtettem volna el. Ez a süti nem tűpróbával mérettetik meg, hogy készen van-e, hanem láthatjátok, hogy egy ilyen nagyon rugalmas, szivacsos állaga lesz. És én erre most citrommázat fogok tenni, ami nem volt ugyan a videó elején az összetevők között, viszont annyira semmi nem kell bele, hogy gondoltam, hogy ezért megmutatom, hogy én mivel díszítettem még a tetejét. Szóval néhány evőkanál citromébe annyi porcukrot vertem, hogy egy ilyen eléggé sűrű, de azért nem egy ilyen mézes kalácsra díszítős állagot kapjon. És ezt szépen eloszlattam a süti tetején, aminek látjátok, hogy nagyon-nagyon jó színe lett egyébként a sütés közben. Teljesen random felcsorgattam a tetejére, majd pedig elkentem a kis kanalammal, és így egy nagyon-nagyon finom, citromos, édes réteget kaptam még a sütit tetejére. Ezt természetesen ki lehet hagyni, vagy lehet akár marcipánt, vagy fondant is rátenni a sütit tetejére. Én ezzel a citromos mázzal nagyon szeretem, úgyhogy ezt tudtam csinálni. Miután teljesen elkentem, és eloszlattam, és szép egyenletesen elkentem, ezt már mondtam, na mindegy, szóval miután szépen eldolgoztam a süti tetején ezt a citrommázat, ezután készen is voltam, körülbelül 2 óra alatt teljesen megszilárdul rajta a máz is, és már lehet is kockázni. Egy nagyon-nagyon finom, édes, egyszerű ropogós és krémes állagú sütiről van szó, nagyon-nagyon szeretjük, és a fahéjas ízvilág miatt erre az őszi-téli időszakra is szerintem roppant jól passzol. Remélem tetszett nektek, ha van kedvetek, készítsétek el ti is, és küldjetek róla képet, vagy jelöljetek meg Instagramon. Köszi, hogy velem tartottatok, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!